Trambulinház, mászófal, ninja warrior pálya, skatepark várja a gyermekeket, fiatalokat Csíkszeredában, a nemrég megnyílt sportlétesítményben. A Kinda Géza profi snowboardos által megálmodott és a helyi gördeszkások, biciklisek által megépített sportlétesítmény mozgáskoordinációt javító eszközeivel, pályáival elsősorban hasznos kikapcsolódást kíván nyújtani. Míg a szülők edzésen vannak, addig gyerekeik biztonságos körülmények között akár fejest is ugorhatnak a Szivacs-tengerbe. Gondolom, mivel egy szabadidő központ, ezért a legfontosabb küldetés az egésznek az, hogy nagyjából mindenki jól érezze magát. Mint tudjuk, Csíkszeredában azért egy 6 hónapos tél van. Ez a 6 hónapos tél sajnos most már átment ilyen vizenyős, ködös, hosszú estékbe, semmiképp se havas estékbe, mint ahogy látjuk sajnos. Úgyhogy remélem, hogy itt mindenki valamilyen szinten otthonra talál, és ki tudja tölteni ezeket a hosszú csíki estéket. A létesítmény azonban a profi szinten sportolók álmainak is próbál megfelelni. A kerékpáros, gördeszkás, rolleres pályákon és mászófalakon olyan fiatalok is edzenek, akik az országos válogatott tagjai is. Mivel edzőterem is van, trambulinok, lesz snowboardhoz hasonló gurulós deszka is, és ezek elég sokat segítenek így nyáron, miközben nem snowboardzik az ember. Most itt jelenleg lehetőség van trampolin edzésekre, amelyek segítik a koordinációt, a levegőben segítenek abban, hogy tudjuk azt, hogy hol is vagyunk igazán, miközben forgunk. Nekem személy szerint nagyon sok termem van itt, és őszintén látom a gyerekekbe is, hogy akarnak majd fejlődni, mert itt az egész hely, amit nyújt nekik, mint barátkozás, mint sport, mint fejlődés, szerintem ez egy, nem is tudom, mekkora esély a szeredaiak számára. A Kinda Géza által edzett csapat már számos eredménnyel büszkélkedhet. Van közöttük Mandel Kata, aki 16 évesen a napokban sorra kerülő téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválra készül. A csapat másik tagja, Horváth Tamás pedig olimpiáról és világkupáról álmodik. A fiatalok szerint bár extrém sportnak nevezik, a sok éves gyakorlás és munka eredményeképpen biztonságossá és izgalmassá válik a snowboard vagy a gördeszka. Először is az alapokat gyakoroljuk, a legfontosabb a stabilan, hogy tudjunk menni, először nem vágunk bele a legnehezebb teljesen a pályába, a versenypályákba, hanem először jól kanyarodni, egyenesen menni, stabilan, mindenféle ilyesmit begyakorlunk, és utána, hogyha van lehetőségünk, akkor a versenypályákon gyakorlunk először a startot, az egyik legfontosabb része az egész versenynek a start rész. Azt begyakoroljuk, amennyire tudjuk, és onnantól a pályán gyakorolunk, és mindenfélét kipróbálunk, hogy a legjobbak legyünk. A sportlétesítmény ugyanakkor a tehetségek felfedezésének is helyszíne kíván lenni. Az edzők szeretnék megszerettetni ezeket a sportokat minél több tehetséges kicsivel, akik számára majd edzéseket is fognak tartani. Hiszen a lehetőségek már adottak, már csak a megfelelő kitartással, fegyelemmel és tehetséggel megáldott tanítványukra van szükség. Ki tudja, talán épp egy leendő snowboardos világbajnok ugrál a szivacsok között, a Ridemore központban.